Bernádilon a szülésznő, szakíró és természetgyógyász tartott előadást és könyvbemutatót Sárospatakon, a Szent Erzsébet házban. Már a 90-es években megkezdte természetgyógyászati tanulmányait, a csontkovácsolás és az energoterápia módszerét is elsajátította. Ekkoriban még a keleti orvoslás iránt is érdeklődött, 30-as éveitől azonban kizárólag a magyar népi orvoslást űzi. Ennek módszereit, gyökereit már gyermekként megismerhette. A gyógyítás iránti vonzalma így korán kialakult. Az egészségügyi liceum és középiskola után szülésznő lettem, és a szülésznői orvosi asszisztensi munkám alatt figyeltem meg, főleg Marosvásárhelyen, városon, hogy egyre több a beteg, és én azt szerettem volna, hogyha a betegek meggyógyulnak. Hát persze ez kettő múlik, az emberen, az életmódján, és sajnos mi magyarok egyre inkább veszítjük és hanyagoljuk a magyar egészségtant, a magyar egészségkultúrát. Bernád Ilona nem csak a népi orvoslás, hanem a magyar néprajzi kultúra, térrendezés és konyhaművészet terén is komoly kutatásokat végez. Munkássága során eddig 9 könyvet írt, ezek között találunk népi gyógymódokat tartalmazó kézikönyveket, falumonográfiákat, tankönyveket. Legfontosabb kutatási területe jelenleg a bábasság, a születés. Ebben a témában Isteni folyamat címmel jelentette meg legújabb könyvét, melynek folytatását is tervezi. Amit nekem mi hamarabb meg kell írnom, szerkesztenem, az az Isteni folyamat, gyermekáldás, bábasság, a magyar néphagyomány könyvemnek a folytatása, vagyis a magyar népi gyermekgyógyászat, és a harmadik kötet a napjainkról szól, tehát a napjaink házasságáról, napjaink várandósága, napjaink szülése, gyermekágya. Az írónő elmondása szerint még legalább 13 kötet anyaga a fiókjában van. Gyűjtései alkalmával elsősorban Moldvába, Felvidékre látogat, de nem zárkózik el a világ többi részén gyakorolt gyógymódok megismerésétől sem. Többek között kínai, tibeti útjain megismert egyetemes gyógyászati módszereket is megismerhetnek az olvasók könyveiből.